Sötét Bíborka 5 éves kora óta néptáncol, a jubiláló néptánccsoport egyik első tagja. Nagyon jó a társaság. Igaz, elég kevesen lettünk így a 10 éves jubileumunkra. 40-en voltunk, mikor kezdtük. Most jelenleg hányan vagy? 14-en. Az Egyesület néptánc szakosztályában jelenleg 3 csoport tevékenykedik. A legkisebbek a cibárkék, a középső a pántlika csoport, valamint a 7-esekből, 8-osokból és középiskolásokból álló kalamajka. Ez az 5 év során nagyon sokat fejlődtünk. Amikor elkezdtük, akkor ilyen picikék voltunk, most meg egész nagyra nőttünk, és most már komolyabb táncokat is tanulunk. Az évadzáró adinapon a mézes kalács díszítő és a kézi munkacsoport munkáiból kiállítást is szerveztek. Többféle minta van. Van ugye Békés Csabai szűcsímzés, ami textiliára lett átvíve, ez látható a párnákon, ez látható terítőkön, és a neszeszereken pedig a gyapjú hímzéssel készített dolgok. Vannak fehér hímzések, vannak azsúr minták. Nagyon jó látni a fejlődést a csoportokon, egy élmény végigkövetni ezt, hangsúlyozta a Művelődési Központ elnöke, Tímár Gabriella. Nyilvánvalóan az alapoknál kezdik ők is, a gyerekjátékok, ritmikai gyakorlatok és hasonlók, és utána mindig nehezebb és nehezebb feladatok elé állítsák őket a koreográfusok, illetve a csoportvezetők, de nagyon tehetségesek a gyerekek, és nagyon szépen veszik ezeket az akadályokat. Az Ady Endre Művelődési Központ következő eseménye a július 13-a és 17-e között megrendezett Jásznapok. Jászapátiról érkeznek majd vendégek, ezután pedig következik a megérdemelt nyári pihenés, majd ősztől újult erővel folytatják a munkát.